Vértes András vezérigazgató, GKI. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Igazi itt elnök vagyok, de elnök, ez a lényeg. Igen, nem úgy érdekes. Szoktuk, úgy szoktuk, elnök vezérigazgató, ezt jól megszoktuk, igen, de ez, így, igaz, nem, de ez így nem igaz most. Nem az esetben. Elnök semmi úr. Bocsánat, elnök úr. Tehát, arról beszélgettünk itt az előbb, hogy itt vannak a friss adatok, ezek szerint Európa nem úgy viselkedik, mint ahogy mi, vagy mi nem úgy viselkedünk, mint Európa, de ez nem csak a gazdasági elvekre, hanem a gazdasági adatokra nézvést is igaz, és akkor mindjárt meg tudjuk mutatni a kedves nézőknek azt, hogy szemben a mi növekedésünkkel, illetve visszaesésünkkel a környező országok milyen szépen szerepelnek. Ugye a Szlovákia 3% fölötti növekedést produkál az első negyedévben szemben, ami 1,2%-os mínuszunkkal. És arról beszélgettünk, hogy 2014-ig az ön elképzelései szerint a Fidesz gazdaságpolitikája mit sem fog változni. Ennek mi a logikája? Miért várná meg a Fidesz a választásokat, esetleg kockáztatva a rossz gazdasági helyzet miatt egy rosszabb választási szereplést is? Hát én azt gondolom, hogy ha valaki megnézi a tényeket, számokat, folyamatokat, akkor egyértelmű, hogy a magyar gazdaság leszakadóban van, hogy a gazdaságpolitikának egyetlen célja sem teljesült az elmúlt időszakban, és ha ezt előre vetítjük, akkor azt látjuk, hogy nem is fog 2014-ig a választásokig. Tehát ha ezt a ciklust, ennek a ciklusnak a 2014-14-es ciklus 4 évét nézzük, a magyar gazdaság 2014-ben nem fogja elérni a 2008-as GDP szintet sem. Ez a legjobb prognózis szerint sem, a kormány saját prognózisai szerint sem. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez elég kézzelfogható. A reálbérek, reáljövedelmek lényegesen alatta lesznek, szintén a ciklus elején elkezdődő ciklus elejé szintnek. Az államadósságunk az csak annyival fog csökkenni, amennyivel a magánnyugdíjpénztárakat államosították. Tehát minden olyan mutatót, ami most ugye maga a kormányzat azt mondta, hogy a legfontosabb, mert először azt mondta, hogy növekedni fogunk, utána azt mondta, hogy az államadósságot fogjuk csökkenteni. Aztán azt mondta, hogy nem fogjuk megszorítani a társadalmat. Ezeket mind, ha végignézzük, akkor pont az ellenkezőjét látjuk. Miközben a kommunikációban persze nem, mert a kommunikációban sikeres államadóság csökkentésről beszélünk, a GDP növelését ugyan már nem ígérik, de azt ígérik, hogy az emberek nem fognak rosszabbul élni. Az összes számadat ennek ellent mond. Viszont akkor meg miért nem lépnek valami? Azt mondja, hogy 14-ig nem fognak a választásokig, nem változik a Matolcsi-féle unortodox gazdaságpolitika. Hát én úgy látom, vagy mi úgy látjuk a dolgot, hogy ők belekormányozták magukat egy olyan helyzetben, amiből nagyon bonyolult a kiút, nem könnyű már a kiút. A belekormányzásnak van egy politikai eleme és van egy gazdasági eleme. Muszáj beszélni a politikairól, mert anélkül nincs gazdaság. Magyarországon általános jogbizonytalanság van, és gazdasági kiszámíthatatlanság van. Az általános jogbizonytalanság abból fakad, hogy a parlamenti kétharmad folyamatosan a jogot a saját közvetlen politikai céljainak az elérésére használja. Ez azt jelenti, hogy arra vetnek ki adót, akire éppen akarnak. Mondjuk például az az adó javaslat, ami most ott van a parlament előtt, az azt jelenti, hogy Magyarországon megszűnik az általános profitadó. Tehát miközben van egy 19%-os, Európában alacsonynak, jónak minősíthető profitadó szintünk, de egész más adó lesz a biztosítási szektorra, egész más adó lesz a telekommunikációs szektorra, egész más adó lesz a gyógyszerszektorra, stb. Végig lehet mondani az egész gazdaságot. A fontos modernizálódásra képes szektorban mindegyikben más az adó, az egyikben 80%-os az adó, a profit 80%-át elviszi ez adóba. Melyik? Hát ez a bankszektor. Ha megvalósulna az az elképzelés, ami ugye a tranzakciós adóval kapcsolatos. Mert vessük ki oda, ahol pénz van. Hát igen, ez úgy elvben rendben van, csak a modern gazdaságok egyik alapelve, hogy a profitot az ágazat semlegesen kell adóztatni, mert akkor a tőke oda megy, ahol valóban a legnagyobb a hatékonyság. Ha viszont az egyik helyen 80%-os adón van, a másik helyen meg 19, akkor e szerint fog a tőke allokálódni, e szerint fog a tőke. Jó, szerintem értjük, tehát ez az ötletelés, az ötletszerű gazdaságpolitika törvényi oldalról megfogalmazva, ez nem segíti a jogbiztonságot, ettől nem jön a befektető, ettől pontosan nem mozog ide a pénz. Sőt, a magyar, nem csak a külföldi befektető, nem jön, a magyar befektető se fektet be oda, hanem bocsánat, elkezdi kiszivárogtatni a pénzét. Elmegy Szlovákiából, egyébként is gazdasági növekedés van. Igen, vagy mindegy, a környező országban, Európában. Ma ugye, hogy mondjam, Európában elég könnyen lehet mozdulni gazdaságilag, már úgy értem, hogy jogi
akkor látok nincs. De akkor még mindig ugyanazt a kérdést teszem fel, ha ez így van, ha ezt látják, hát ezt nyilvánvalóan látják a kormányban, és nyilván látják a gazdasági szakemberek, a kormánynak a tanácsadói, akkor miért nem módosít a Fidesz? Miért gondolja azt, hogy majd a 14-es választások után mer először hozzányúlni ehhez? Föl kéne adni alapelveket. Föl kéne adni azt, hogy az egykulcsos adóhoz feltétlenül ragaszkodunk. Ez 400... most se az. Ez igaz, de ugye azt mondják, hogy jövőre majd az lesz, majd várjuk, meg lehet. De 400-500 milliárd forintba kerül. Ugye ez az, ami miatt extra adókkal kell terhelni a gazdaság összes többi részét, hogy ez rendben legyen. Ez egyik ilyen tabu. A másik tabu ezzel kapcsolatban egyértelmű, hogy nem engedik be a gazdaságba azt a külföldi tőkét, az előző hát korlátok miatt, a jogbizonytalanság miatt, nem engedik be azt a külföldi tőkét, ami segítene a modernizációban. A harmadik elem nyilvánvaló, hogy most már látszik, hogy a gazdaság fejlődési tempója jóval alacsonyabb, nem fog keletkezni belőle annyi jövedelem, mint amennyit szeretnének. Ennek az a következménye, hogy a társadalom nem fog kellemesen is jól élni, hanem ellenkezőleg negatív irányba változik a helyzet. De hát én egy választási időszak vége felé pont azt szeretném, hogy a társadalomnak jobb legyen, mert akkor fognak engem újra választani. Igen, ez lenne a logikus. Ezért nem kezd bele, ez a negyedik főelem, ezért nem kezd bele valódi reformokba. Amit meg lehetett volna csinálni az elején, az az, hogy igazi strukturális, tehát szerkezeti átalakításokat csinálnak a gazdaságban, az önkormányzati rendszerben, a oktatásban, a nyugdíjrendszerben, az egészségügyben, stb. Most már ebben nem mernek belekezdeni, mivel nem mernek belekezdeni, ezért a gazdaság szerkezeti összefüggései nem javulnak, nincs belőle semmi előrehaladás. Végezetül most a kutatásaikra visszatérve, illetve az elemzésükre visszatérve, igaz az az állítás, hogy Görögország és Portugália után a magyarországi gazdasági adat volt az első negyed évre vetítve, vonatkoztatva a legrosszabb az Európai Unióban? Igen, Európában ugye ez a 1,5%-os gazdasági visszaesés, amit az első negyed évben produkáltunk, ez az eddig megjelent adatok közül, mert néhány országra még nem jelent meg az adat azért, de az eddig megjelent adatok közül ez a harmadik legrosszabb. Ugye nem ez volt a legrosszabb pillanat, amit hozott ma reggel, hanem az, hogy úgy gondolja, hogy 2014-ig a választásokig ebben nem is lesz változás. Így van, ez a legsúlyosabb probléma, hogy a gazdaság előtt álló perspektívák is pocsékak. Vértes András, köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm.